Sziasztok, Anzsi vagyok. Csináltam már egy másik különleges kenyeret, úgyhogy most itt az ideje ennek a cukkinis kukoricás kenyér elkészítésének is. Előjáróban szeretném elmondani, hogy ezt el lehet készíteni teljesen gluténmentesen is. Ennek a receptjét meg fogom hagyni a leírásban a videó alatt. Nézzük is, hogy hogyan készül ez a cukkinis kukoricás kenyér. Ehhez a kukoricás cukkinis kenyérhez szükségünk lesz 150 g kukoricadarára, 100 g lisztre, egy kis kanál cukorra, 3 evőkanál olajra, egy fél élesztőre, ami 2,5 deka, vagy 7 g szárított élesztő, egy kis kanál só, egy fél kis kanál bors, 3 dl langyos tej, egy tojás és 230 g cukkini. Az első dolog, mint mindig élesztős tésztánál, hogy a cukrot, az élesztőt és a tejet felfuttatjuk. Amíg az élesztő fut, keverjük össze a sót, a borsot, a lisztet és a kukoricadarát. Ha ez megvan, keverjük bele a cukkinit. Hogyha ez is megvan, verjük fel a tojást, majd adjuk a cukkinis részhez, valamint az olajat is. Sajnos lemaradt, összekevertem ezt az egészet. Ugye a sütőt bekapcsoljuk 190 fokra, és amíg ez itt áll, addig előkészítjük a tepsit. A tepsi egy nagyjából 19 cm-es tepsi kell, hogy legyen, vagy rakhatjuk bármilyen másik formába. Én most ezt a napraforgós szilikon formát választottam a kenyeremnek. Ezt úgy fogom berakni a sütőbe, hogy könnyen mozgatható legyen, hogy egy nagyobb tepsire fogom rátenni, és úgy nagyon egyszerűen lehet mozgatni ezeket a szilikon formákat. Tehát most, hogy ez így megvan, ebbe beleöntöm. És ha a sütő felmelegszik, akkor egy ilyen 30-40 percig lesz bent ez a sütőben. Ha elkészültünk a kenyérrel, akkor az enyém már egy kicsit hűlt, tegyük ki egy tányérra, tálcára, ahova jól esik. Nekem ilyen szép lett a kenyérkém. Most még langyos, úgyhogy még most fel is szelem, és megkóstolom milyen. Elkészült a kenyerünk, nekem egy ilyen különleges formában sikerült elkészítenem. Úgyhogy itt az ideje, hogy megkóstoljuk ezt a kenyeret. Kicsit olyan, mintha kukoricakását tennénk, de ilyen kenyérízű mégis, úgyhogy kicsit furcsa összhangban van, de egyébként finom. Legközelebb egy picit több sót kell beletennem szerintem, mert nem érződik rajta egyáltalán. De ettől függetlenül nagyon finom. El tudom képzelni simán ugyanúgy szendvicsnek elkészíteni, vagy bármivel enni, mivel ugyanolyan kenyér állaga van, mint a sima kenyeremnek. Remélem tetszett a videóm, és ki is fogjátok próbálni ezt a kenyeret. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra is. Nézzétek meg a cukkinis sajtos kenyeremet is. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!